Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a hírös hírek 19 órakor. Már is mutatjuk témáinkat. A zöld busz mintaprogramról és a várost érintő fontos közlekedési témákról nyilatkozott dr. Homoki Tamás alpolgármester. Többet és gyakrabban járőröznek a kecskeméti városrendészet munkatársai a Rendőrfaluban és a Szelei faluban. Új generációs páncélöklöt és reaktív páncélzatot is gyártanak hamarosan Kiskunfélegyházán. A zöld busz mintaprogramról és a novemberi közgyűlésen napirendre kerülő közlekedési témákról beszélt dr. Homoki Tamás alpolgármester a Kecskeméti Televízió stúdiójában. A város lakossága hamarosan megismerheti azt a napra kész, a megváltozott ipari, gazdasági környezetre és az új lakó és szolgáltató övezetekre is figyelemmel lévő menetrendet, amelyet a város ígéretéhez híven kidolgozott. Bár nem vagyunk lépéskényszerben, előre kell tekinteni, mutatott rá dr. Homoki Tamás, miért fontos Kecskemétnek, hogy bekerült azon 8 város közé, ahol az utazóközönség a zöld busz mintaprogram részeként tisztán elektromos buszt tesztelhet. Az alpolgármester elmondta, körülbelül fél éven belül egy hónapon át épül majd be a helyi közösségi közlekedésbe a zöld jármű, így lesz lehetőség felmérni annak előnyeit, hátrányait. A mi buszaink jelen pillanatban egyébként a 45 busz, az új busz, amit a ITK a kecskeméti közlekedésben üzemeltet, ez Euró 6-os dízelbuszok. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az elektromos buszokat követően a második helyen levő legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb szegmensnek felelnek meg. A távolabbi jövőt viszont egyértelműen az elektromos buszok jelentik. A kormány határozott célja ugyanis, hogy 2022-23-tól már csak ilyeneket helyezzenek forgalomba. Dr. Homoki Tamás arról is beszélt a KTV stúdiójában, hogy ha eljön az ideje annak, hogy Kecskemét busz közlekedése teljes mértékben elektromossá váljon, sok megelőző munkára lesz szükség a buszok nagy töltésigénye miatt. Egy olyan kapacitás kiépítése szükséges, ami vagy olyan módon képzelhető el, hogy a busztelephelyen egy óriási töltő kapacitás áll rendelkezésre, és éjszaka ezek a buszok töltésre kerülnek, majd nappal kibírják az egész napi közlekedési szükségletüket egy töltéssel, vagy még több buszt kell vásárolni, hogyha napközbeni töltésre is szükség van, illetve esetleg más helyeken, decentrumokba is ki kell alakítani töltőpontokat. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy milyen közlekedési témák lesznek napirenden a novemberi közgyűlésen. Tárgyalnak például a város által kidolgozott új vonalhálózati tervről, amely napra kész lesz, figyelemmel a Kecskemét életében bekövetkezett ipari-gazdasági változásokra, az újonnan kifejlődött lakóövezetekre és szolgáltatóövezetekre. Emellett a belváros helyközi buszoktól való tehermentesítésének lehetőségei is szóba kerülnek a közgyűlésen. A teljes beszélgetést kiemelő magazinunkban láthatják. Többet és gyakrabban járőröznek a kecskeméti városrendészet munkatársai a Rendőrfaluban és a Szelei faluban, mivel egyre több a bűncselekmény. A fokozott jelenlétet a lakosság igényelte a körzet képviselőjének, Sipos Lászlónak a segítségével. Dr. Németh Zsolt, a kecskeméti városrendészet intézményvezetője szerint az eredményesség kulcsa a városrendészet és a rendőrség közötti együttműködés. Az elmúlt hetekben több betörésről és más vagyon ellen elkövetett bűncselekményről lehetett hallani, ezért a Rendőrfalu és Szelei falu városrész lakói segítségért fordultak a terület képviselőjéhez, aki felkereste a kecskeméti városrendészetet. Legutoljára Sipos László képviselő úr jelezte, hogy a Szelei falusi részen, illetőleg a Rendőrfalusi részen elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, illetőleg szabálysértések. A kecskeméti rendőrkapitányság megerősítette ezt a tényt, és ennek hatására ezen a területen mi fokozott járőrszolgálatot folytatunk, illetőleg hát végzünk nap mint nap.
Dr. Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet intézmény vezetője elmondta, szerencsés helyzetben vannak, mert nagyon jó a technikai felszereltségük, számos gépjárművük van, és nagy létszámmal látják el a rendészeti jellegű tevékenységeket a városban. Ezáltal rövid idő alatt tudnak a helyszínre érni. Az eredményességnek a kulcsa az együttműködés. Együttműködés a városrendészettel, a városrendészet és a rendőrség között, és nagyon fontos, hogy a lakosság irányából érkező impulzusokat mi megfelelő módon tudjuk lereagálni. A járőrök minden rendészeti feladatot érintő bejelentéshez kimennek. Amennyiben nem hozzájuk tartozik az adott ügy, azt továbbítják a megfelelő szervezet felé. Ha a lakosok valamilyen bűncselekményt vagy szabálysértést észlelnek, azt a városrendészet elérhetőségein is bejelenthetik. Egy rakományrögzítő hevederrel rögzítettek egy villanykarót egy másikhoz, hogy ki ne dőljön. A furcsa műszaki megoldás Kecskemét Kisfáji városrészben található, és egy közelben lakó szerint úgy néz ki, mintha egy teherautóról csavarodott volna az oszlopra a heveder. Ez a látvány fogadja nap mint nap a Kisfájiban lakókat. A Kecskemét lakitelek közötti vasútvonal és az autóút kereszteződése mellett látható, hogy egy régebbi oszlopot egy újhoz erősítettek, egy rakomány rögzítő heveder segítségével. A fura látvánnyal kapcsolatban az egyik szomszédban lakó elmondta, másfél hete jártak ott valamelyik szolgáltató alvállalkozói. A lakos szerint némi habozás után a munkások felállították az új oszlopot a régi mellé, aztán előálltak a spaniferes megoldással, és most úgy néz ki, mintha egy teherautóról csavarodott volna az oszlopra a kötél, fejezte be a történetet a szemtanú. Majd hozzátette, hogy nem csak a vasúti oszlopok, hanem az áramhálózati felépítmények is rossz állapotban vannak a környéken. Ott jártunkkor azt tapasztaltuk, hogy a hiányzó támasztó oszlop ott hagyott alsó része elszenesedett és hiányos volt. Vélhetően emiatt kellett megoldást találni a támasztásra. Mivel a megdőlt oszlop a sinekhez közel található, kérdéseinkkel megkerestük a MÁV ZRT-t, de adásunkig nem érkezett válasz. Hadiipargyártással és termékfejlesztéssel foglalkozó hazai vegyes vállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot Mihály Humbek, a Dynamit Nobel Defense ügyvezető igazgatója és Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos ma Kiskunfélegyházán, a HM Arzenál ZRT fegyverüzemben. A megállapodás szerint egyebek mellett a gyárban egy új generációs páncélököl és reaktív páncélzat gyártására is sor kerül. Vegyes vállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot ma a Kiskunfélegyházi Arzenál ZRT fegyverüzemben Mihály Humbek, a Dynamit Nobel Defense ügyvezető igazgatója és Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Az első két évben a különböző harcjárművek védettségét növelő reaktív páncélzatok gyártása valósul meg, ezzel párhuzamosan pedig fokozatosan elkezdődött a várról indítható páncéltörő fegyverek alkatrészgyártása is. Második lépésben, amiért a mai nap összejöttünk, pedig elindítsuk a gyárnak, a magyarországi vállalata, a német vállalatnak Magyarországra települését. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termékeit, amiket itt lehet a hátam mögött látni, bizonyos termékeinek a gyártását és a fejlesztését is Magyarországra hozza a vállalat. Együttműködésben német és magyar mérnökök fogják továbbfejleszteni. A gyártandó eszközök között nem csak hadiipari termékek, hanem például tűzoltó berendezések is szerepelnek. Mihály Humbek az eseményen elmondta, oka van annak, hogy Magyarországot, azon belül is Kiskunfélegyházát választották. Egy nagyon befogadó és támogató politikai és gazdasági környezetre lehetünk itt Magyarországon. Nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni a részletekben a tárgyalás 19 hónapja alatt. Örömünkre szolgált az is, hogy a német fél részéről is megkaptuk az engedélyeket a technológiai áttelepítésre. A felek várakozása szerint a megállapodásnak köszönhetően nem csupán a hazai hadiipar fejlődik majd, hanem a Magyarországon készülő eszközök jelentős export érdeklődésre tartanak számot. Csupán 2020. december 31-éig jelentkezhetnek hagyományos OK-i és képzésre azok, akik szakmát szeretnének szerezni, mégsem növekedett meg rohamosan a jelentkezők száma Kecskeméten.
Ennek egyik oka, hogy bár formailag valóban változik a rendszer, a képzések továbbra is államilag elismert végzettséget adnak, melyeket más európai országokban is elfogadnak majd a munkaadók. Egyik fő változás, hogy a tanulható szakmák száma 174-re csökken, de a képzések ezután is duális rendszerben működnek, időtartamuk pedig változatlan. Az új tanfolyamok már szélesebb körű képzettséget adnak majd, így az is jól jár, aki kivár. A magyar állam továbbra is két szakmát finanszíroz iskolarendszerű képzésben, melyeknek hossza 2 év. A szakmákat nappali és esti tanrendben is elsajátíthatják az érdeklődők. A második szakma esetén az előismeretek beszámítása akár rövidebb képzési időt is jelenthet. A Kecskeméti Szakképzési Centrum folyamatosan várja a jelentkezőket. Kifejezetten keresettek jelenleg az egészségügyi képzések, illetve a villanyszerelő, a szoftverfejlesztő és a pénzügyi szakmák. Áthajtott a szemközti forgalmi sávba, majd letért az útról és kidöntötte egy ház kerítését egy ittas sofőr szombaton Kecskemét külterületén. A rendőrök már lezárták az ügyet és javaslatot tettek a gyanúsított bíróság elé állítására. A képeken is jól látható, hogyan szakította át egy ház kerítését Kecskemét külterületén egy ittas sofőr szombaton. Információink szerint a 441-es számú főúton közlekedett Kecskemét felől Nagykörös irányába, október 10-én egy 31 éves férfi személygépkocsival. A helyszíni szemle adatai szerint a sofőr nem az útvonal vezetésének megfelelően közlekedett, áttért a szemközti forgalmi sávba, majd letért az útról és kidöntötte egy házkerítését. A történtek utáni járművezető vissza akart hajtani az úttestre, azonban a házudvarát elhagyva a járdán megállt. A baleset során személyi sérülés nem történt. A helyszíni ittasság ellenőrzés során pozitív értékeket mutattak a tesztek, így a rendőrség járművezetés ittas állapotban vétséggyanújával őrizetbe vették a sofőrt. A gyanúsított kihallgatása során elismerte, hogy szeszes italt fogyasztott vezetés előtt. A közlekedés rendészeti osztály munkatársai a kecskeméti férfival szemben indult nyomozást, míg az őrizet időtartama alatt befejezték és javaslatot tettek bíróság elé állítására. Hárman is megsérültek, amikor egy személyautó és kis teherautó ütközött össze az esőben az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza határában. Szeged felé tartott a BMW, amikor hátulról fékezés nélkül belehajtott egy kis teherautó. A nagy erejű ütközéstől a BMW az árokba csapódott, a kis teherautó pedig felborult a strádán. A balesetben a gépkocsiban utazó 2 nő és a kis teherautó vezetője sérült meg, mindhárman külföldi személyt a mentő kórházba szállították. A helyszínen félpályás útzár volt érvényben, csak a belső sávban haladhatott a forgalom. A karambol körülményeit a rendőrség vizsgálja. Úri Gábor Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművész absztrakt thrillere a Dűne című alkotás is szerepel az Alexandre Trauner Art Film Fesztiválon. A filmünnep ma vette kezdetét Szolnokon és egészen 18-áig tart. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét az Alexandre Trauner Art Film Fesztivál Szolnokon ma délután. Homolya Gábor izgalmas tárlata tökéletesen illeszkedik a filmünnephez. Valahogy ez a kultúra, a film és az irodalom kapcsán, de azokat a műveimet hoztam, amik így kapcsolódnak, tehát ez a művészeti fesztiválhoz. A 6 napos fesztiválon európai játékfilmeket, képzőművészeti témájú filmeket, animációs alkotásokat és diákfilmeket láthat a közönség. A filmünnep egyik kuriózuma, hogy a látványtervezőket is díjazzák. A fesztivál célja, hogy a művészeti és a tudományos élet egy fóruma legyen, olyan nemzetközi filmes esemény, ahol a filmes érdeklődők találkozhatnak, eszmét cserélhetnek, és esetleg bővíthetik a tudásukat azon képzőhelyek diákjai és tanárai, akik hozzánk ellátogatnak. Idén 3100 nevezés érkezett a fesztiválra, ebből 114 alkotást válogattak be a versenyprogramba, köztük a kecskeméti Úri Gábor Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművész híres absztrakt thrillerét, a Dűne című alkotást is. Talán itt nem is a rém történet jellegen van a hangsúly, hanem inkább a kísérleti jellegen. Ez mindenféleképpen egy szubkultúrának szól, ez a kis munka, de
A magyar fesztiválokat nézve talán nem is találhatnánk alkalmasabb közeget ennél a Szolnoki Fesztiválnak, ennek a munkának a bemutatására. Sőt, ha belegondolok, ez a magyarországi premierje. Az október 18-áig tartó rendezvényen a filmvetítések mellett mesterkurzusok, közönségtalálkozók és koncertek bőséges kínálata várja a vendégeket. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A zöld busz mintaprogramról és a novemberi közgyűlésen napirendre kerülő közlekedési témákról beszélt dr. Homoki Tamás alpolgármester a Kecskeméti Televízió stúdiójában. Többet és gyakrabban járőröznek a kecskeméti városrendészet munkatársai a Rendőrfaluban és a Szelei faluban, mivel megnőtt a bűncselekmények száma. Új generációs páncélökkel és reaktív páncélzat hazai gyártása valósul meg a magyar hadipar és a Dynamite Mobile Defense együttműködésében Kiskunfélegyházán. Áthajtott a szemközti forgalmi sávban, majd letért az útról és kidöntötte egy ház kerítését is egy itt a sofőr szombaton Kecskemét külterületén. A rendőrök már lezárták az ügyet és javaslatot tettek a gyanúsított bíróság elé állítására. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk műsorunkat a kiemelővel, amelyben vendégünk dr. Homoki Tamás alpolgármester. Kecskemét közlekedése jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években, de a fejlődés nem áll meg. A legaktuálisabb kérdésekről Kozák Polett beszélgetett az alpolgármesterrel. Ezt követően bemutatjuk, milyen élményekkel tért haza a Nemzeti Vágtáról Kordik Fanni, aki először vett részt a megmérettetésen. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal, szokás szerint holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán már csak északon kell csapadékra, záporokra, zivatarokra számítani főként, délebre felszakadozik a felhőzet. Élénk erős lesz a délnyugati szél, hajnalban 0-7, napközben 8 és 17 fok várható. Csütörtökön azonban ismét megjönnek a felhők, napközben délnyugat felől egyre több felé számíthatunk újabb esőre, záporra. Csak helyenként lehet élénk a szél, 10 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton lesz hűvösebb, délkeleten pedig melegebb. Pénteken északon, északkeleten lehet eső, zápor, de már szakadozottabb lesz a felhőzet, a nyugati észak-nyugati szél több felé feltámad. Délután 11-18 fok valószínű, szombaton 9-14 fokra, a Dunántúlon szeles időre számíthatunk, térségünkben azonban csak elszórtan lesz zápor, zivatar. Évvel ezelőtt, 1990. október 13-án Kecskeméten hunyt el Welter Dániel, újságíró, lapszerkesztő. 1924-ben született. 1956 és 1982 között a Petőfi Népe főszerkesztője volt. Irányítása idején a Petőfi Népe
korának egyik meghatározó sajtóorgánumává vált. Az első vidéki lap volt, amelyik 1973-ban a legkorszerűbb offset nyomtatásra tért át. Kiváló szerkesztőséget toborzott maga köré, a közönséges tudósítások mellett a lap közölt verset, novellát, esszét, irodalmi riportot és tárlatkritikát. Zám Tibor és Hatvani Dániel valóságföltáró szociográfiáinak nagyobbik része is először a Petőfi népében jelent meg. Későbbi utóda Lovas Dániel egy visszaemlékezésében így jellemezte, Welter a maga idejében országos hírű főszerkesztő volt. Kinevezését 1956 után kapta, mint egykori délvidéki partizán, és több mint két évtizedig meg tudta őrizni pozícióját. Okos, számító, de közvetlen ember volt, beoltva egy adag csibészséggel. Jó estét kívánok! Önök a Kiemelő című közéleti magazinunkat látják itt a Hírórában. Mai vendégünk dr. Homoki Tamás alpolgármester. Kecskemét közlekedése jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években, de a fejlődés nem áll meg. A legaktuálisabb kérdésekről Kozák Polett beszélgetett az alpolgármesterrel. Ezt követően bemutatjuk, milyen élményekkel tért haza a Nemzeti Vágtáról Kordik Fanni, aki először vett részt az országos megmérettetésen. Már is kezdünk. A Zöld Busz mintaprogramról és a novemberi közgyűlésen napirendre kerülő közlekedési témákról beszélgetett dr. Homoki Tamás alpolgármester a Kecskeméti Televízió stúdiójában, Kozák Polettel. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az elektromos buszok városi közlekedéséről gyűjthetnek tapasztalatokat Kecskeméten is a Zöld Busz program keretében. Erről és a kecskeméti közlekedés átalakításáról, valamint az újabb fizetős parkolóhelyek kijelöléséről beszélgetek a mai napvendégével, dr. Homoki Tamás alpolgármesterrel. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Erről a Zöld Busz programról beszéljünk egy kicsit, hiszen a legutóbbi közgyűlésen is született ezzel kapcsolatban döntés. Mit jelent ez pontosan? A kormánynak határozott célja, és ez az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiírásaiban, pályázataiban meg is jelent, hogy a 2020-as évek közepétől, pontos határidő szerint 2022-23-tól már, lehetőség szerint a városok csak olyan buszokat, új buszokat helyezzenek forgalomba a régiek leváltásakor, amelyek elektromosak, tehát a legmodernebb környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek. A Zöld Busz program tehát ez. Ennek a programnak van egy előprogramja, ez a Zöld Busz mintaprogram, aminek Kecskemét is részese, összesen 8 várost, illetve országrészt jelölt ki az ITM, illetve az ITM-nek a lebonyolító szervezete arra, hogy ezek a városok legyenek azoknak a helyszíneknek a példájául, ahol ezeket a buszokat ki tudják próbálni. Nagy örömünkre Kecskemét is belekerült ebbe a 8 városba, annak ellenére, hogy mi nem vagyunk jelenleg lépéskényszerben, nálunk nincsenek régi buszok, lehasznált öreg buszok, Kecskeméten jelen pillanatban a legmodernebb és a legifjabb buszpark van az egész országban a nagyvárosok közül. Tehát mi nem vagyunk lépéskényszerben ugyan, de tekinteni kell egy kicsit előre,
néznünk kell azt a jövőt, ami néhány éven belül minket is fog érinteni, ezért úgy voltunk vele, hogy hagy próbálja ki a város is, illetve az utazó közönség is. Ennek keretében egy Mercedes gyártmányú tisztán elektromos busz körülbelül fél éven belül, pontos időpontot még nem tudjuk, egy hónap tesztüzemre, Kecskemétre fog kerülni, és a kecskeméti buszközlekedés részeként különböző vonalakon meg fog jelenni. Teszteljük, nézzük az előnyeit, nézzük a hátrányait, és kíváncsiak leszünk az utazóközönség véleményére is. Mit kell tudni egyébként a jelenlegi buszparkról? Azt említette a polgármester úr, hogy az egyik legmodernebb, hanem a legmodernebb az országban. De hány busz, milyen buszok ezek? A kecskeméti közösségi közlekedés lebonyolításához körülbelül 70 buszra van szükség. Ez a 70 busz az, ami el tudja látni folyamatosan a menetrend szerinti buszközlekedést. Jelen pillanatban működik Kecskeméten az a 25 darab Mercedes Citaro csuklós busz, ami 2014-15-től ismert a város útjain. Ezek jelenleg már azért 5-6 évesek, holott mindannyian emlékszünk még arra, amikor megjelentek, arra az örömre. Sokan úgy voltak vele, hogy talán túl sok is ez a nagy busz. Tehát magyarul ezek a buszaink is most már 4-5 évesek, illetve a közelmúlt szolgáltató váltásának köszönhetően 45 darab vadonatúj 0 kilométeres szólóbusz került Kecskemétre, és így ez a 45 plusz a régi 25 csuklós busz adja azt a 70 darabos buszállományt, ami jelenleg Kecskemét útjain közlekedik. Azt tudom mondani, hogy nem csak a helyiek, hanem a városunkba érkezőknek is feltűnik. Ezeknek a buszoknak a egységes megjelenése, visszafogott szürke színe. Úgy gondolom, hogy sikert aratott az is, hogy azért a modern, újszerű megjelenés a buszokon megjelenik, Kecskemét új emblémájának, a poligon kecskének, illetve a kecskeméti közlekedési vállalatnak a feltüntetésével, és nyilván az új szolgáltató, valamint a Kecskeméti Közlekedési Központ is ügyel arra, hogy ne csak a külsőségekben jelenjenek meg ezek az újdonságok, hanem abba az újfajta, új szemléletű, lakosságbarát kiszolgálásba, amire sajnos sok panasz volt az előtt szolgáltató idején. Legyen jó buszpark, normális üzemeltetéssel, udvarias sofőrökkel, és akkor semmi probléma nem lesz. És mint elhangzott, ugye tesztelik az elektromos buszt is a zöld busz mintaprogram keretében, csak röviden, mi minden kell ahhoz, hogy esetleg az elektromos buszokból is több járhasson majd hosszú távon Kecskeméten, hiszen ennek azért van egy meglehetősen bonyolult háttérrendszere is, ami szükséges. Igen, először is az elektromos buszok nem vitásan a legmodernebbek és a környezet kímélet szempontjából a legjobbak. Ugyanakkor van néhány olyan szegmens, amit egy ilyen telepítést megelőzően azért józan ésszel végig kell gondolni. Egyrészt az elektromos buszok jelen pillanatban a legdrágább buszok, jóval drágábbak, mint a hasonlóan környezetbarát, legmodernebb dízelautóbuszok. A másik, hogy ezeknek a töltésére egy olyan kapacitás kiépítése szükséges, ami vagy olyan módon képzelhető el, hogy a busztelephelyen egy óriási töltőkapacitás áll rendelkezésre, és éjszaka ezek a buszok töltésre kerülnek, majd nappal kibírják az egész napi közlekedési szükségletüket egy töltéssel, vagy még több buszt kell vásárolni, hogyha napközbeni töltésre is szükség van, illetve esetleg más helyeken, decentrumokba is ki kell alakítani töltőpontokat. Ezeknek a buszoknak a töltés igénye, a felvenni kívánt áramigénye az elég nagy, tehát az biztos, hogyha teljes egészében Kecskemét buszközlekedését át akarjuk majdan egyszer alakítani elektromos buszközlekedésre, akkor az egy jelentős áramfejlesztést fog igényelni. A mi buszaink jelen pillanatban egyébként a 45 busz, az új busz, amit a ITK a kecskeméti közlekedésben üzemeltet,
ez Euró 6-os dízelbuszok. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az elektromos buszokat követően a második helyen levő legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb szegmensnek felelnek meg. Más közlekedési téma is napirendre került, ugye a legutóbbi közgyűlésen is, nevezetesen parkolással kapcsolatos kérdés. Nehéz igazságot tenni, hogy hol legyen a fizetős zóna határa, de mégis sokszor kell. Hogyan lehet ebben dönteni, alpolgármester úr, és milyen döntések születtek legutóbb? Nagyon nehezen lehet benne dönteni. Sokan úgy vélik, hogy azáltal, hogy új fizetőhelyeket alakítunk ki, a város meg akar sarcolni az autósokat, egyre inkább csak a pénz elvételére koncentrálunk, holott ez nem így van. Azt tudomásul kell venni, hogy Kecskemét közúthálózata, meg általában az egész város szerkezet nem ekkora járműforgalomra lett annak idején megtervezve. Az utcákat nem lehet lebontani, a házakat nem lehet lebontani. Helyenként lehet nyilván szélesíteni az utcákat, lehet nagyobb átmenő forgalmat generálni. Egy biztos, ha meg akarjuk őrizni, főleg a város központunknak, vagy a város belső részének azt a szerkezetét, amit valamennyi kecskeméti megszeretett és megszokott, akkor igenis egyrészt a gépjármű közlekedést valamelyest ki kell szorítani a város belső részéből, másrészt a parkolási rendet oly módon kell kialakítani, hogyha a belvárosban már ezek a járművek nem tudnak megállni, akkor ne használják egésznapos parkolóhelynek más és a város közelében lakó emberek utcáit, lakókörnyezetét. Sajnos ez egy ilyen csiki-csuki, ami ezzel kapcsolatban folyik. A legtöbb helyen egyébként kifejezett lakossági kérésre avatkozunk be a fizetéssé váló övezetek kialakításakor, amikor vagy az önkormányzati képviselőnek, vagy pedig más úton, módon a városvezetésnek jelzik azt a lakók, hogy nem tudnak kijönni a házukból, nem tudnak kijönni az udvarukból a saját autójukkal, mert vagy elállja az utat egész nap egy ott parkoló jármű, vagy olyan módon áll meg, ami éppen fizikailag nem állja el, de már a kihaladást olyan szinten megbonyolítja, amire nem képesek az emberek. És ebben a helyzetben tulajdonképpen a forgalom céljára szolgáló utak egy jelentős részét parkoló járművek állják el. Ezekben én úgy gondolom, hogy beavatkozunk. Ugyanakkor, hogy ne csak a pénzelvétel vagy a sokszor emlegetett sarcolás látszódjon ebből, most erre egy nagyon jó példa az, ami a Villanegyednek az Ady Endre utca és a Nyíri út közötti területén készül. A városrendészet nem csak pénzt fog kérni a parkolásért, hanem az ottani nem éppen ideális eddigi parkolás megszüntetése érdekében kultúrált parkolóhelyeket alakít ki. Ez jó az ott lakóknak, illetve jó azoknak is, akik a környékbeli iskolákba, intézményekbe érkeznek. Közlekedés egy kimeríthetetlen téma, ugye a közgyűléseken is fókuszban szokott állni. Milyen kérdések vannak jelenleg napirenden Kecskemét város közlekedésével kapcsolatban? Említette itt a polgármester úr például azt, hogy minél inkább ki szeretnék szorítani a belvárosból a gépjármű forgalmat. Vannak-e ennek már konkrét lépései, vagy milyen témák vannak ezzel kapcsolatban napirenden most? Igen, 2019-ben, mikor a Volánbusszal, illetve az elődével, a DAG ZRT-vel bejelentettük a szakítást, akkor azt az ígéretet tettük Kecskemét közgyűlésének és a teljes közvéleménynek, hogy 2020-tól egy új olyan szolgáltatót fogunk a városban üzemeltetni a buszos közlekedésbe, akivel a kecskemétiek elégedettek lesznek. Ez meg is történt 2020. január 1-től. Rögtön ebben az időszakban, és azóta is én számtalan fórumon jeleztem, sőt, ismét ígéretet tettem arra, hogy a 2020-as évet nem azzal fogjuk tölteni, hogy hátradőlünk és ülünk a babérjainkon, hanem ha van egy normális új szolgáltatónk, akkor igyekszünk ráncba szedni a városnak a menetrendjét, a buszközlekedés menetrendjét, vonalhálózatát,
és 2021-től egy új vonalhálózatot, ami jobban idomul egyrészt az ipari kihívásokhoz, a gazdasági kihívásokhoz, másrészt azért a városnak vannak olyan területei, amelyek az utóbbi néhány évben fejlődtek lakóövezetként, szolgáltatóövezetként, és ezeknek a buszokkal történő bekerítése ilyen szempontból azért nem volt teljes egészében aprakész, úgyhogy ezt akarjuk megtenni. Ez a folyamat tulajdonképpen lezajlott, és eredetileg a 2020 novemberi, azaz a következő közgyűlésünkön ezt szeretném is bemutatni, elkészültünk vele. Egyetlen egy dolog, ami közbeszólhat, hogy a koronavírus járványnak az elhúzódása jelen pillanatban még azért olyan előre nem látott és látható változásokat hozott, amelyeket én azt gondolom, hogy mindenféleképpen tapasztalatként szeretnénk a jövőbeni tervezésbe beépíteni, és ugyan kész vagyunk azzal a feladattal, amit megígértünk, de lehet, hogy ez a mostani helyzet egy icipici időbeli halasztást indokolni fog. A novemberi közgyűlésen többek között erről is szó lesz, természetesen én magam is kíváncsi leszek, a különböző önkormányzati képviselők, politikai erők ezzel kapcsolatos véleményére. Mi a feladatunkat elvégeztük, és ahhoz fogunk felhatalmazást kérni, hogy felelősen ezt az új menetrendet mikor lehet bevezetni. És még egy nagyon fontos dolog, erre is ígéretet tettem a közelmúltban a közgyűlésen, meg nem csak a közgyűlésen, hanem bármikor, amikor szakmailag ezekről a dolgokról hozzáértő emberekkel konzultálunk. Valóban hozzá kell nyúlni például Kecskeméten ahhoz is, hogy a helyközi távolsági buszok, amelyek jelen pillanatban bejönnek a Kiskörútra, végigmennek a Kiskörúton, a belváros legbelső részén, a Rákóczi úton közelítik meg utána a távolsági buszpályaudvart, próbáljuk a távolsági buszokat is kirakni a város központjából. Képviselői kérésnek megfelelően a novemberi közgyűlésre ígértem ebben a dologban választ. Olyan választ fogok remélhetőleg adni a közgyűlésnek, ami valamennyiüket meg fogja nyugtatni. Jelenleg is már a Közlekedés Tudományi Intézet segítségével jó néhány olyan járatot, távolsági járatot a Nagykörúton közlekedtetünk, ami régen a belvárost használta, és szeretnénk ezt a folyamatot tovább is végezni. Csak azoknak a buszoknak kell bejönnie a jövőben a belvárosba, távolsági buszoknak, amelyek másfelé nem közlekedhetők. De azt is tudomásul kell venni, hogy azokat az átszálló pontokat viszont lehetővé kell tenni a távolsági buszok használóinak, ahol egy bizonyos külsőbb részén a városnak leszállva át tudnak szállni azokra a buszokra, amelyek a városközpontnak a megközelítését is lehetővé teszik. Szóval ez egy nem egyszerű, nagyon bonyolult munka, folyamatosan dolgozunk rajta, lépésről lépésre haradunk, és remélem, hogy ennek a nem csak a látszatát, hanem a valós tényeket is a kecskemétiek mielőbb tapasztalni fogják. Épp ezt akartam kérdezni, mikor ismerhetik meg a kecskemétiek ezt az új vonalhálózati tervet, ami ugye nem csak a helyközi, hanem ezek szerint például helyi járatokat is érinthet egy ilyen új vonalhálózati elképzelés? Ahogy mondtam, terveim szerint a novemberi közgyűlésen erről biztos, hogy lesz valamilyen előterjesztés, hogy milyen terjedelmű, abban én azt gondolom, hogy még meg kell várnunk az addigi COVID lefutási lehetőségeket is, nagyon sok minden változhat még addig. Ha úgy látjuk november közepén, hogy talán ebből a járványból kifelé megyünk mindannyian, akkor bátrabban merünk tervezni egy 2020 tavaszi indításhoz. Ha azonban úgy látjuk, hogy egyelőre se az utasforgalom, se a gyárak, üzemek működése még nem indokolja, hogy most azonnal ezt a változtatást meglépjük, akkor erről tájékoztatni fogjuk a lakosságot is, a közgyűlést is, hogy mindenki tudja, hogy mik az elképzeléseink, de fogunk kérni egy kis türelmet ennek az életbe léptetéséhez.
kérdésére visszatérve, én azt gondolom, hogy a novemberi közgyűlést követően már a közgyűlési anyagból, a közgyűlési közvetítésből, de akár amennyiben a Kecskeméti TV-t érdekli, személyesen is nagyon szívesen be fogok számolni. A polgármester úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is az érdeklődést. Jakabszállás színeiben tűnt fel a kecskeméti Kordik Fanni a hétvégén megrendezett nemzeti vágtán. A 19 éves lány szép lakcsókos hátán a Hősök terén megrendezett, magyar tradíciókra épülő, történelmi hangulatú lovasversenyen szerepelt a legjobbak között. A versenyt idén a vírushelyzet miatt a megszokottaktól eltérően szűk körben és online közvetítésen keresztül nézhették az érdeklődők. Rengeteg időt tölt lovakkal Kordik Fanni, aki idén először indult a budapesti nemzeti vágtán, amit a vírushelyzet miatt a megszokottaktól eltérően szűk körben online közvetítésen keresztül nézhettek az érdeklődők. A most 19 éves kecskeméti lány még járni sem tudott, mikor elkezdett lovagolni. Minden este kértem, hogy kihozzanak és felültessenek, egy kicsit végig simogatni a lovakat, meg felülni, és akkor igazából én, ahogy elkezdtem járni, és fel tudtam egyedül nyergelni, vagy ha csak kantározni, már szőrén is kimentem, és akkor utána voltak oktatóim, de magamtól is csináltam egyedül. Tehát, hogyha nem volt itt oktató, akkor én simán följöttem, ha kedvem támadt, lovagoltam, és akkor ugyanúgy egyedül is tudtam csinálni. Fanni kicsikora óta heti rendszerességgel lovagol, és már nagyon régóta figyelemmel kíséri a Hősök terén évente megrendezett magyar tradíciókra épülő lovasversenyt. Először csak videókon keresztül nézte vissza a futamokat, majd nővérével minden évben felmentek a fővárosba a vágta idején, és az egész hétvégéjüket ott töltötték. Így jött az ötlet 3 éve, hogy ő is indulhatna a versenyen kishuszár kategóriában. Vettünk is egy nagyon jó pónit Nyíregyházáról, csak sajnos lesántult itt a kecskeméti előfutamon, indultam volna vele, és akkor nem sokkal előtte lesántult. A következő évben nem tudtam már indulni ugye a kishuszárba, mert úgymond kiöregettem. Későn jött az ötlet, hogy indulhatnék, és akkor a következő évre kiöregettem. Akkor utána abban az évben én csak edzettem ugye ezt a lovat, de én nem indulhattam, és akkor tavalyi év volt az, amikor már indulhattam a nagyok közt, akkor elmentünk Ceglédre, ott volt egy előfutam. Az is nagyon jól sikerült, csak túl erős volt a mezőny, és akkor utána még egy picit edzegettük, nem tudtuk, vagy nem voltunk biztosak, hogy akarunk-e indulni, vagy nem. Úgyhogy a tavalyi év az úgymond ennyi volt, és akkor idén úgy egy komolyabb elhatározás volt, hogy akkor indulok. Ekkor Orosházán indult el egy előfutamon, ahol második helyezést ért el, majd a hevesi vágtán lett 3. helyezett. Ezt követte életében először a budapesti nemzeti vágta, ahol ugyanaz előfutamon 6. lett, mégis, mint mondta, elmondhatatlan az az érzés, amit ott átélt. Fanni a 9 éves szép lakcsókost 3 éves kora óta lovagolja, és minden évben indul vele a kurultájon. A kanca ennek ellenére még nem teljesen szokott hozzá a hangzavarhoz és a közönséghez. Ő egy kicsit idegesebb fajta ló, úgyhogy kicsit ott felhúzta magát, ebből adódott egy esésem is, leestem, és akkor visszaültem, csak a startnál kaptunk egy kis büntetést, ott hátrébb állítottak, így már nem volt annyira esélyünk, vagy nagy esélyünk, hogy ugyanúgy mehessünk, mint a többiek, mert hátrányból indultunk. Úgyhogy nem nagyon tudtuk behozni, de a köridőnk az nagyon jó lett így is. Kordik Fanni mindezek ellenére nagyon motivált. Ugyan még nem tudja, hogy milyen lóval, de jövőre még több edzéssel és felkészüléssel újra szeretne indulni a nemzeti vágtán. A kiemelőben most az Annó magazinunkat láthatják. Thank you.
Kedves nézőink, 2005. októberében két rangos kecskeméti intézmény évfordulójáról emlékezett meg adásában a Kecskeméti Televízió kulturális magazinja. A híres múzsában a 3 évtizeddel korábban megnyitott Kodály Intézet indulására Kodály Zoltánné Péceli Sarolta emlékezett vissza. És a műsorban szó esett arról is, hogy immár 20 éve őrzik Kecskeméten a gyógyszertári emlékeket. A mai Annóban ezeket a felvételeinket vetítjük le ismét. 3 évtizede 1975-ben nyitották meg a Kecskeméti Kodály Intézetet. A vasfüggönyös elzártság éveiben bizony nagy szó volt, hogy a világ minden tájáról jöhettek Kecskemétre olyan fiatalok, akik érdeklődtek a magyar zenepedagógia iránt. Sajátos exportcikké vált a Kodály módszer, amely iránt azóta sem lanyhult az érdeklődés. Az évforduló többféle programmal is ünnepelte az intézet. A Zene Világnapján megtartott koncerten maga Kodályné méltatta az elmúlt 30 esztendőt, és emlékezett a kezdetekre. Beszédéből következnek most részletek, az operatőr Pálinkás Albert, a vágó Ördög Rihárd volt. ...1967-ben, Kodály halála után nem sokkal, ennek a városnak a vezetője felkeresett engem, és azt mondta, hogy ha valaha valamely városnak szeretnék adni valamit a Kodály hagyatékkal kapcsolatban, akkor az ők legyenek. Nem kér semmit, de Kecskemét, ha bármit adok, meg fogja becsülni. Egy múzeumról volt akkor szó, és több éven keresztül valóban gondolkodtam is azon, hogy itt egy múzeumot alapítsunk. Felajánlották az intézet mai épületét, a volt Ferences Kolostort, amely abban az időben a borforgalmi vállalat irodáit foglalta magában. Közben teltek múltak az évek, és egy nyári nyelvkurzus adta az ötletet, hogy talán zenében is lehetne ugyanolyan intenzív kurzust létrehozni, mint amit ott láttam abban a struktúrában, és akkor elkezdődött egy munka sok nagyszerű ember segítségével és bevonásával, és így jött létre az első Kodály Szeminárium Kecskeméten. Az első nemzetközi Kodály Szemináriumot megnyitott. Rejle Géza városi tanácselnök ünnepi beszédével elkezdődött a szeminárium nyitó hangversenye. Az amerikai Denehall Glee Club énekkarát Erdei Péter vezényelte. Kodály Ave Maria! Az idő telt múlt, és én már egyre kevésbé tudtam elképzelni azt, hogy a volt otthonunkat megbontsam, és valahova máshova vigyem el azt a környezetet, amiben éltünk. És így arra a kérdésre, hogy mi is lesz majd itt ezzel a bizonyos múzeummal, azt tudtam válaszolni, hogy úgy érzem, egy pedagógiai jellegű intézménynek ebben a városban igen nagy szerepe és jövője lehet. Elfogadták ezt az ötletet, és így alakult meg tulajdonképpen az egész időt számítva 8 év munkája után a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet. Egy zenész előad egy művet, akkor tulajdonképpen egy témát
kultúrára elkészíti a saját variációját. Ehhez nem kell egyéb, mint tehetség, kiváló képzés, és csak az, hogy az egész életét rátegye erre a tevékenységre. Tanároknál is hasonlóképpen áll a helyzet, csak hogy ha ők egy módszerrel dolgoznak, akkor még azon kívül, hogy a zenei szakmát kiválóan kell ismerniük és gyakorolniuk, amellett napról napra dönteniük kell abban, hogy mi a helyes, mi a helytelen, milyen utat válasszak, milyen anyagot használjak, hova induljak. Ezt a feladatot a Kecskeméti Zenepedagógiai Intézet csodálatosan vitte véghez mindeddig, és azt hiszem, hogyha most megengedik, hogy ilyen személyes beszéd után még személyesebb legyek, akkor engedjék meg azt, hogy a kiválóan képzett, tehetséges és elkötelezett minden munkatársának megköszönjem azt, hogy szebb a valóság, mint ahogy valaha megálmodhattam. Lehet, hogy valaki autójával naponta elhajt az Orvos és Gyógyszerészet Történeti Múzeum mellett, anélkül, hogy tudná, mire is szolgál a fehér remeszelt épület. Éppen 20 esztendeje őrzik itt az orvoslás és a gyógyszerészet tárgy emlékeit. Az évforduló alkalmából a gyűjteményből a patikák szakrális szimbólumait emelték ki egy kiállításra, ám érdemes elidőzni a múzeum más darabjainál is. Ezt tette Beralinda szerkesztő és Badacsonyi N. Zoltán operatőr is, a vágó Bori Ágnes volt. Az ötlet, hogy a régi orvosi és gyógyszertári eszközöket múzeumokban is be lehetne mutatni, az 1960-as években született. Akkor modernizálták ugyanis a felszereléseket. A sok értékes régi darabot a Budapesten, Pécsett, Kőszegen, Székesfehérváron, Győrben, illetve Kecskeméten nyílt orvos és gyógyszertörténeti múzeumokban helyezték el. Kecskemétnek az adja az erejét, hogy itt volt Lóránt Vándor, itt volt Réti Haladár tanár úr, akik maguk is gyűjtők voltak a saját szakterületüknek a tárgyi és háromdimenziós tárgyait gyűjtötték. Ebbe beletartozott a műszer, a gyógyszertári tárgy, a könyv, az oklevél, a papíranyag, a manuálisok például a gyógyszertárakban. Vagyis nem kellett messziről ide szállítani a tárgyak anyagát, és a városvezetés is támogatta a múzeum alapítás gondolatát. Forgassuk vissza most az időkerekét, a 18. századig. Az első patika 1746-ban nyílt meg a városban. Ez a bútor még onnan származik. De különlegesek voltak a gyógyításhoz használt alapanyagok is. Érdekes ezek közül, hogy a ma fűszereként ismert ánizs, vagy édesgyökér, sáfrány, bors régen gyógyszer volt. Tehát ezek az emésztést elősegítő gyógyszerek alkatrészei voltak, ma fűszerként ismertek. Vagy pedig ma ismerjük a szennát hashajtónak, és régen is ugyanúgy a 18. században is hashajtóként használták az orvosi ziliszt megfázásra. A viola gyökeret vagy ibolya gyökeret pedig a népi gyógyászati szerek között is ismerték, a gyerekek fogzását segítette elő, hogy könnyebben nőjön a kis fogacskáik. Állati eredetű gyógyszerek közül a 18. században 220 fajtát is használtak, ezek közül itt a mi gyűjteményünkben bemutathatjuk például a békát, a szárított békát, ami pestis ellenes gyógyszer volt, akkor a germán viperálból készítettek gyógyszert, a húsából, a bőréből, a csontjából. Az érdekes a kecskevér, mint gyógyszer. A fiatal kecske vérét holtöltekor leeresztették, azelőtt pedig ilyen illatos ánizs-szerű növényekkel etették, hogy illatos legyen majd a vére, és kementében megszárították, és ezt is gyógyszernek ajánlották. Azt is megfigyelhetjük, miben tárolták a különböző összetevőket. A porokat például először fadobozokban, később sötét színű üvegekben.
a krémeket kerámia edényekben, a folyadékokat pedig huta üvegekben. Ezekben a pici színes fiolákban pedig a betegek vihették haza a gyógyszert. A szilárd gyógyszerformákat a 18.-19. század folyamán cukortésztából készítették. A cukortésztát kiöntötték egy márványlapra, és abból csipkették a kezükkel a bakkeske golyóbisához hasonló mértékű kis golyóbisukat, pirulákat, és később pedig ezzel a pirulagéppel készítették a gyógyszereket, amiket, hogyha nagyon keserűek voltak, akkor ezüstfüstlemezzel be is vontak, ebbe a félgömbbe beletettek egy ezüstfüstlemezt, vagy aranyfüstlemezt, beletették a pirulákat, rárázták, és bevonta így az ezüst, vagy az aranyfüstlemez a keserű pirulát, és így fogyaszthatóbbá váltak. Ez a Jobbágy magánszanatóriumból való betegmérőszék, ami a súlymérésre szolgált, beleültették a betegeket, az idősebb, gyöngébb és előkelőbb betegeket, és így megmérték a súlyukat kényelmesen, nem kellett mázsára állni, hanem kényelmes ülőhelyzetbe tudták megmérni a betegeket. Ezek itt 19.-20. századi sebészeti eszközök. De van még régi vérnyomásmérő, szemüvegkészlet és egész hallgatócső arzenális. Ez pedig egy korai fizikoterápiás gép. Végezetül néhány szó a patikák szakrális emlékeiről. Szinte minden gyógyszertár bibliai alakokról kapta a nevét, mivel hittek a hit gyógyító erejében. Ezek az alakok jelentek meg a cégéreken, címkéken, tároló edényeken is. A gyűjtemény legújabb darabja ez az embléma, amely Kecskemét egykori leghíresebb gyógyszertárának, a Megváltó patikának falát díszítette. A szocializmus alatt a piarista templom alaksorában rejtették el, most újra láthatja a kecskeméti közönség. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A zöld busz mintaprogramról és a novemberi közgyűlésen napirendre kerülő közlekedési témákról beszélt dr. Homoki Tamás alpolgármester a Kecskeméti Televízió stúdiójában. Többet és gyakrabban járőröznek a kecskeméti városrendészet munkatársai a Rendőrfaluban és a Szelei faluban, mivel megnőtt a bűncselekmények száma. Új generációs páncélökkel és reaktív páncélzat hazai gyártása valósul meg a magyar hadipar és a Dynamite Mobile Defense együttműködésében Kiskunfélegyházán. Áthajtott a szemközti forgalmi sávban, majd letért az útról és kidöntötte egy ház kerítését is egy itt a sofőr szombaton Kecskemét külterületén. A rendőrök már lezárták az ügyet és javaslatot tettek a gyanúsított bíróság elé állítására. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!